Szívemben dédelgetlek, március, akár a téli föld a lágy magot, várva, hogy előbúj három színben, ha megérzed, eljött a te napod. A márciusi nappal nem mindig csak a reménység jön el. Törökországban a februári nagy földrengéseket márciusi rengések is követték, számos ország mellett magyarok is részt vettek a mentési munkálatokban. Ter Péter Pál biatorvágyi mérnök 8 napon keresztül dolgozott a katasztrófa sújtotta területen. Antakiában, ahol jártunk, egy egész városrész elpusztult, és nem csak az épületek tárultak a szemünk elé, hanem a túlélők is, vagy a rokonok, akik odautaztak, hogy próbálják elvinni az esetleg addig kimentett rokonaikat, barátaikat. Ez lelkileg egy elég nehéz helyzet volt, ám a munkánkra koncentrálva az ember ilyenkor sajnos megkeményíti a szívét, és azzal foglalkozik, ami a feladata. Szerencsére Magyarországnak nem kellett ilyen hatalmas megpróbáltatást kiállnia, de itt is elkelt a segítség. Voltak olyanok, akiknek gondot okozott a tél végi tűzre való beszerzése. A kormány felhívására Biatorbágy város önkormányzata is csatlakozott a Barna Kőszín programhoz. Nem önkormányzati programról van szó, mi csak közvetítünk és segítünk a kormányzatnak ebben a programjában, hogy minél több emberhez eljusson ez az információ, és tudjuk segíteni az embereknek a mindennapjait. Ahogy elindul egy új év, egyre inkább körvonalazódnak a lehetőségek. Nánási Kézi Tamás, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2023-as terveit vázolta fel. Kiemelt programunk emellett a Biatorbágyi Értékek Háza nevű új intézmény. Azt szeretnénk, hogy ez az intézmény még az idén megkezdhesse a tevékenységét. Több mint 30 terv közül választották ki a Biai Gáspár Református Általános Iskola leendő épületéhez tartozó pályázatot. Nagy öröm volt számunkra az, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy saját iskolaépületben gondolkozzunk. Dénes György vezető tervező nyerte el a pályázatot, és egy gyönyörű, szép, igazi protestáns értékeknek megfelelő visszafogott, ám stílusos épületet tervezett meg a leendő iskolánknak, és nagyon várjuk már azt, hogy beköltözhessünk. Különleges játékkal, mozgáskorlátozott gyermekek számára is használható forgóhintával bővült a főtéri játszótér. 5 éve dédelgetett álmunk vált valóra ezzel az integrált játszóeszköz megvalósításával. A szokásokat követve március 15-ére készülve az ünnep előtti napon óvodások éneke és szavalata is felcsendült a Petőfi szobornál. Cucoros diákok a Kecskeméti Dramatikus Játszóház interaktív alkalmán készültek nemzeti ünnepünkre. Március 15-én a hagyományok szerint a Petőfi szobornál koszorúzással a faluházban ünnepi műsorral emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseire. A tavasz a virágzás hónapja. Újvári Gabriella a tavaszi hagymás virágok gondozásáról osztott meg pár tudnivalót. Ahhoz, hogy ilyenkor már szépen virágozzanak, már előző év szeptemberében, októberében el kellett őket ültetni, akár a kertbe, akár egy cserébe, hogyha így kora tavasszal már a lakásban is esetleg hamarabb hajtatni szeretnénk. A kertbarátkör szervezésében vetőmagbőrze és kertészeti vásár kapott helyet a faluházban.
facsemetig találtak otthonra a Biasuli udvarán. Azért választottuk az oktatási intézményeket a fák ültetési helyéül, mert a klímaváltozás elleni küzdelmet szeretnénk összekapcsolni a fenntarthatóságra való neveléssel. Biatorbágyiak és egyekiek közösen tettek és tesznek egymásért, környezetünk tisztaságáért is. Sok területen működünk együtt egyek önkormányzatával. A mai napon az összekötő utunk mentén szedjük össze a szemetet. A Városgondnokság végzi ezt a feladatot. Ezzel arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nem csak a belterületen fontos, hogy tiszta legyen a településünk, hanem a határaink mentén is. A Memória Café márciusi alkalmán Salamon Gabriella az idősek mozgásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Az emberekben felmerülhet a kérdés, hogy tényleg a gyalognásnak ilyen fontos szerepe van, hiszen ez egy olyan egyszerű dolog. Tehát a mai világban az, hogy gyalogoljunk, az túl egyszerűnek hangzik ahhoz, hogy el lehessen adni. Az egészségfejlesztési iroda ismét elindította a mozgás kihívás programját. Idén az 5. alkalommal indítjuk el a mozgás kihívást, amely egy lehetőséget ad az érdeklődőknek, hogy minél többször kipróbálják azt, hogy milyen a hétköznapokban sportolni, rendszeresen mozogni. A tavaszi óraátállításokunkat megvisel. Erdélyi Alíz az alvás jelentőségéről tájékoztatott bennünket ennek kapcsán. Ha a hétköznapokra gondolunk, hogy szoktunk este elválni egymástól, aludj jól, álmodj szépeket. És ennek nagyon fontos üzenete van, hiszen az alvás és az egészség nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. A Juhász Ferenc Művelődési Központ túrákkal, zenei és kézműves foglalkozással készült a Vízvilágnapjára. Kerek évfordulóját ünnepli ma a világszerte a Vízvilágnapja. 1992-ben döntött úgy az ENSZ közgyűlése, hogy ezt a napot szenteli a Vízvilágnapjának, és 1993-ban tartották az első alkalmat. 2023-ban is sok izgalmas esemény lesz a Bia Veritas életében. Már a szőlőben is elkezdődtek a munkák, úgyhogy elkezdődtek a meccések, és hát szintén nagy várakozással nézünk ennek az évnek az elébe is, az őszi szüretekre és az idei évi újbor elkészítésére. Az Életakadémia sorozat legutóbbi vendége Orosz Károly hídépítőmérnök volt. Az a lényeg, hogy jó legyen, tehát ha valaki a körmét festi a másiknak és profi módon csinálja, akkor arról jó visszajelzést kap, és akkor örülni fog, és akkor neki jó. Tehát a dolog, az elvégzett munka minősége számít, tulajdonképpen az, hogy mit csinál az ember. Szent Gergely napján a cucoros diákok idén is jó kedvel toborozták iskolába az óvodásokat. Az a kedvenc részem, hogy a vitézek bejönnek, és mondják, hogy jó napot kívánok. A Walzer Klarinét Kvartett muzsikája különböző földrészekre repítette, s hozta vissza a koncert hallgatóit. Márciusban egy időre a Biatorbágyi Tűzzamáncakkör alkotásai ékesítették a faluház auláját. Ez a szakkör, ez szinte vonza a nagyon kellemes, segítőkész és aranyos hölgyeket. Úgyhogy ez egy nagyon nagy gazdagság, amit azt hiszem ápolnunk kell. És amikor kiállításaink vannak, az ünnep mindannyiunk számára, úgy gondolom. A galériát pedig Fülöp Varga Dalma színpompás festményei öltöztették fel. Igazából ugye a pozitivitást és a boldogságot szeretném ugye a képeimben viszont látni, és ezt továbbadni. Legtöbb esetben egyébként emlékekből festek. Szívemben dédelgetlek, Március. Te mindig ifjú, féktelen tavasz. Maradj is ilyennek, hívjál talpra, mint a nemzetét egykor egy kamasz.